mai napon egy magyar videós, Rev Marci által készített Minecraft-szerű játékot fogjuk kipróbálni, aminek az a címe, hogy videósok versus nézők. Igazából ennek az a lényege, hogy youtuberek ellen tudunk harcolni. Itt is vagyok a menübe, ez a 6 videós lesz, akivel meg tudom majd küzdeni. Nyomjuk is meg az E betűt, és már is átdobott a menübe. Szóval van itt egy kilépés, vannak beállítások, maga a felület az tök jól néz ki, és ami külön pluszpont, hogy ki lehet választani saját magadat. Úgyhogy én tudok majd Idarként harcolni a többi videós ellen. Először kipróbálom a single player-t, aztán pedig a videósokkal fogok ténylegesen megküzdeni. Több játékos módban. Na és itt az egy játékosnál először is híróval lehet játszani, és nekünk is van egyébként 500 életerőnk, 10 sebzésünk, és mindenkinek van egy szuper képessége. Nekünk is van ilyen pörgő kart, de hát meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Na, nézzük is hírót. Mielőtt ráindítanánk, akkor is kidobja, hogy az adott videósnak milyen képességei vannak. Hát hírónak kicsit több életereje van, mint nekem. Az annyira nem tetszik, na mindegy, de indítsuk is el, és nézzük. Ez konkrétan tényleg egy ilyen első reakciós videó, a tutoriálon kívül semmit nem játszottam a játékkal. Jajajaj, és már is megy. Oké, Hiro eléggé elkezdett minket püfölni, és vissza kéne támadjak, ugye? Gyerünk Hiro, ez az nyomod, és lehet egyébként a bal klikkel ütni, a jobb klikkel védekezni, és az AD betűkkel pedig menni előre, csak nem kéne hagyni, hogy Hironak a szuperje feltöltődjön, mert azt hiszem az valami elég komoly kis villámlás. Most én elhasználom a szuperemet, ütöm is Hirót, viszont nem sokat segített rajta az a helyzet. Ne! Ezt nem hiszem el. Ez mi? Hát egyből megöl? Hát ezt hogy lehet kivédeni? Na jó, oké, akkor respawn, újra próbáljuk Hirót. Aha! Ja, már látom, hogy hogy lehet ezt kivédeni úgy, hogy kiállok az útjából konkrétan. A szuperjének. Jó, ez az, ulti, gyerünk! Oké, nem talál el a villám, nem talál el. Nice. Ulti. Még egy kis ulti. És Hiro megvan. G to the G. Ott is van, nyertünk. Vissza is dobott ide a menübe. És most már így is van, kattossal tudunk harcolni. Kár, hogy saját magunkat egyébként nem tudjuk fejleszteni, még az lenne amúgy a menő. Mert itt nekik tényleg nagyon sok életereje van, és brutális szuperjeik. És kattos egyből rám jött. Na gyere, nyomjuk le. Oké, védekezünk egy picit. Ilyenkor néha beakad, de nem baj, szupert azt elhasználjuk. Amúgy nagyon könnyű őket beszorítani a sarokba. Azt figyeltem meg, tehát hogy itt tényleg elképesztően egyszerű. De lehet, hogy mindjárt szuperezni fog egyébként kattos, amit nem biztos, hogy meg kéne várni. Ilyen védekező állásban nyomom magam. Oké, még egy szupert elhasználunk. És nem nyomja el a szuperjét. Pedig most már fixen időszerű lenne. Jó, nyomod, oké, mert a szuper. Nagyon kevés HP-ja van. Hirohoz képest ez egy sokkal egyszerűbb ellenfél. Hát ez mi? Hiroval nagyon sokat küzdöttem. Ne, most fog tudni támadni, no! Elfelejtettem nyomni a jobb klikket. Ajjaj, rengeteget belém tud sebezni, ami nagyon nem jó. Oké, még egy szuper. És már csak egy-két ütés. És ott is van, GG. Na nézzük ki a következő, Bear. Bár az IA fog minket lelőni a szuper támadásával, úgyhogy nézzük, hogy ez milyen. Oké, az ki nem az elsőre nem töltött be, de nem baj. Azt a de soroz minket a Bear! Mi a fene történik itt? Aha, most fog szerintem ultizni. Vagy nem, nem ultizott. Na most ultizik, és ezt ki tudom védeni. Nice. Hát egyébként szerintem simán meg is ölt volna, hogyha nem védem ki. De nagyon sokat sebez. Ne, és elhasználtam egy ultit. No. Nem állunk jó HP ügyileg, az van. Lehet egy kicsit taktikát kéne váltani, mert tényleg nem állunk jól. Oké, most a szuper, nice. Most egy kicsit visszahoztuk magunkat. De nem tudom úgy megütni köbö, hogy ne érjen hozzám. Aha, meg is haltam. Ez nem sokon múlt, de egyébként nagyon erős ellenfél. Jó, ez az végre. Hú, ez nagyon nehéz volt. Berrel eléggé meggyűlt a bajom, de most következik Gabi, akinek a szuperje az, hogy le tud engem méreg potizni. Illetve van valami pókháló effekt is, de ezeket mind ki lehet védeni, úgyhogy kíváncsi leszek. Jaj, már egyből jön? Oké, rád szuperezek. Nem vagy ellenfél. Nem tudom, hogy mikor fog szuperezni, az a legszörnyűbb ebbe az egészbe. Úgyhogy mindig, amikor úgy hátrál, akkor lehet, hogy megpróbálom tartani magam, és felkészülni valami szuperre. Mondjuk Berhez képest Gabi egyébként nem akkora nagy ellenfél most így a játékba. Tehát konkrétan még egyszer se szuperezett, én egyébként már háromszor leszupereztem. Így nagyjából egy helyben nyomjuk a bulit. Aha, szerintem most fog, így is van, de kivédtem. GG, Gabi, oké. Amúgy nagyon sokat belém tudott volna is sebezni, hogyha ezt hagyom. Jó, már nagyon nincs sok HP-ja, úgyhogy szerintem ennek meg kéne lennie,
Oké, még egy szuper. Ő nem szuperezett le engem. Lehet, hogy most fog, de nem, úgyhogy mi nyomjuk. Ez az. És még egy szuper. És Gabi meg is van. Easy. A következő az Bigó lesz. Hát akinek elég durva cuccai vannak egyébként. Ráadásul 2 fegyver. Az életereje viszont elég kevés, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ebből mit lehet kihozni. Gondolom sokkal többet sebez, mint én. Bár nem úgy tűnik. Oké, szuperezzünk, gyerünk. Ho-ho-ho. Úristen, hát nagyon könnyű őt megölni. Jó, mondjuk kicsit felgyújtott, az aggodalomra ad okot egyébként. Oké, leszupereztem és meg is van. Jó, hát figyelj, lángpallos kard ide vagy oda, Bigó könnyű volt. Oké, és az utolsó, akivel tudunk harcolni, az Ice Blue Bird. Nem tudom, hogy ő egyébként ilyen főbosszait, vagy nem. De neki is elég durva képességei vannak. Nézzük, hogy mennyire lesz erős. Micsoda, víz alatt harcolunk? Hát ilyet lehet? Hát itt minden sokkal lassabb, meg alapból sebződünk. Micsoda? Mi történik itt? Ez nagyon nem jó, hogy is sebződgetünk, de nem baj, mert a HP-t azt tudom így is vinni. Oké, gyere Ice, gyere nyomod. Még néhány ütés és lesz szuperem is, például most. Oké, gyere, már nincs sok HP, gyerünk. Még egy-két ütés, és ez a szuper. És meg is van, let's go! Aha, és van egy ilyen end screen is, hogy kivittük a játékot. Ez egyébként nagyon menő. Na de, most viszont jöjjön az, amire valószínűleg mindenki várt. Harcoljunk ténylegesen videósok ellen. Legyél akkor a Ice Bluebird-el. Jó, oké. Nem vagyok jó player amúgy annyira. De hogy dupla vézel rám? Te kiüti a kezemből? Hát hihetetlen. Menj innen! Ne! Ezt nem hiszem el, hogy beszorít a sarokba, vágod. Ez jó volt. Ilyen nincs. Na, hát nekem ez tetszett. Akkor magammal jövök. Jó, én Gabival. Nem foglak hagyni, jó? Jó, ne hagyja, mert... Videós mérs nézők pro. Ó, jó, nem baj. Kezdjük szerencsétásait. Easy, easy. Ne. De nem nyomja. Igen, van cooldown a védekezésen, nem tud csinálni. Na most 5 másodpercig nem fogod tudni, hogy elengedett, hopp! De mi? Oh. Ez hogy? Figyelj! Jó, hát de védekeztem, úgyhogy így easy. Félek, hogy rám fogsz ultizni. Dehogy is! Fix! Nincs is ultim még. Jó! Ez az! Ne! Neee! Ezt nem hiszem el! Illetve nem lehet nekem veszteni konkrétan. De nem már! A single playerben folyamat lehet pajzsolni, az nem éri, hogy itt nem. Jó, hát szerintem úgyis halok, hogy tök mindegy. Hát így biztos, oké. Okay. Nagyon jó karakter vagyok. És mindenkit nerföltek az update-be, kivéve engem. Jó. Gyerünk. Jó, GG. Szépen lassan fogom bevinni az ütéseket. Minden jobban fájjon. Jó, már csak egy hit vagy kb. Ne. Ne bánj. Nem hiszem el. Hoppa. És még leultizik, ez hihetetlen. Válasz nekem valamit, bárkit. Legyél Ice Bluebird. Én így boxolok. Igen, de nagyon durván. Meg a HP-d is szerintem több, mint nekem. Meg van valami szupered is. Ja, ez a szuper... Aha, oké. Okay. Most ezt kivédted? Aha, kivédtem. Éppen. Ilyen is van. Hát igen, de ott nem tudlak megsebezni, látod? Ja, most tartani kell, aha. Amúgy ez pont olyan, két olyan karakter, akinek az ulti olyan full gyenge. Tehát én visszatom tölteni a HP-mat, és így ennyi. Ne! Ne, jó. Micsoda? Az mennyit sebzett? Na jó, ezt most beiszom. Ne, engedj el. Most ez komoly. Beszorítasz a sarokba, GG. Nem baj, én többet csebzek. Lehet, hogy most fogok először nyerni? Ezt nem akarom elhinni, hogy ez megtörténik. Egy olyan ember eszembe, aki most játszik először. Én is ma játszok először ezzel. Ne! Ezt nem akarom elhinni, hogy ez megint megtörtént. Na figyelj, menj egy kicsit hátrébb. Oké, és akkor ezt be tudom inni. De ne! Jó. Menjél. Mert az a baj, hogy a potit azt ki tudod ütni a kezemből. Ja. Tehát, hogyha elkezdem meginni. Aha, hát, ja, így. az utcsó másodpercben volt konkrétan az a védés. Ne. Jó, ennek meg kell lennie. Jó, GG. Végre nyertem, nem hiszem el. Ha nem védett ki, akkor lehet megöltelek volna. Hát akkor simán. Nekem meg mondjál valakit, akivel legyek. Legyél Ice Bluebird. Amúgy kb. Mindenki ezt választotta, de jó, oké, akkor leszek vele. Ez lehet nem jó döntés volt, mert ez elég OP, na mindegy. Hát amúgy nem OP, mert ki tud ütni a kezemből a potit, úgyhogy... Na go, mehet. Na hát... Mi? Hogy nem kaptad? Amúgy nem tudom, hogy kisebbez többet, de szerintem én egyébként. Igen, de szerintem nagyon OP Ice Rubber. Most az a baj, hogyha elengedem, 5 másodpercig nem tudok mit csinálni. Igen, nem fog tudni védekezni, szóval... Magától kiengedte. Azt hiszem van rajta ilyen korlát, hogy meddig lehet nyomba tartani. És akkor várom, hogy mikor fogsz ultizni. Most? Ja, tudtam, hogy ki akarod védeni, majd elengedés után fog ultizni. Ne, kérlek, ne! Ezt nem hiszem el. Jó, kaptad a vére. Nem már. És már csak vigyázom kell a heal potiddal. Aha.
Most indulj el hátrafele. Oké, okay, akkor most nem tudom indni. Nem. Ne! Mi? Az utolsó egy másodperc kb. Ne! Ez az! Tudtam, hogy most fogok csinálni. Annyira tudtam. Végre egyet kivédtem. Ne, ez így nem lesz jó. Ez így nagyon nem lesz jó. Jó, be tudtam inni, pont. De mi? Gabi, ezt beszéljük meg. Nem. No. Mind, így is kevesebb HP-d van. Hát sokkal. Ezt, hogyha visszahozom, nem valószínű, de hát megtörténik. Hát még amúgy bármi lehet. Ez nem jó. Hát... Nem üt. Ne! Amúgy most beszorítalak, most meg sem mozdulok. És... Ne. Jó! Ne. GG. GG.